Nagy szeretettel köszöntöm a kollégákat, és már osztom is a képernyőmet. Tehát Attila ugye elmondta, hogy a Nearpod alkalmazással fogunk ma megismerkedni. Mit kell erről tudni, mi ez a Nearpod tulajdonképpen? Ez egy interaktív prezentáció készítő szoftver vagy oldal. Ez az interaktív prezentáció, ez azt jelenti, hogy olyan prezentációt készíthetünk, amit vagy tanári irányítással, vagy a gyerekekre ráhagyom az irányítását, a lépegetést a prezentáción belül, de óra közben úgy tudom elindítani, levetíteni, hogy a gyerekektől folyamatos interakciót kíván a prezentáció levetítése, illetve a feladatok megoldása, amik szerepelnek ebben a Preziben. Először is szeretném megmutatni nektek azt, hogy milyen fiókokkal lehet regisztrálni az oldalra. A nearpod.com oldalon érhető el itt a helyi menüben, hogy hányféleképpen lehet használni az oldalt. Én az ezüst fiókot használom, itt látjátok egyébként az árait az arany, illetve a platinum fióknak is. Ami nagyon fontos tudnivaló erről az ezüst fiókról az az, hogy lejjebb van egy picikét, bocsánat, nem nyitottam le, itt van lejjebb, tehát hogy az egész mappa szerkezete, az egész könyvtár szerkezete azoknak a prezentációknak, amiket mi készítünk, nem haladhatja meg a mérete a 100 megabájtot. Tehát, hogyha nincs megadva, hogy hány darab prezentációt készíthetünk az ingyenes fiókban, egyedül az van megadva, hogy ezeknek az összmérete nem haladhatja meg a 100 megát. Hát azt jelenti, hogy ha valaki eléri a 100 megát, és újabb prezentációt szeretne készíteni, akkor valamelyik korábbit törölni kell. Hány tanuló vehet részt egy prezentációnak a levetítésében, a feladatok megoldásában? Az ingyenes fiókban 40 tanuló vehet részt egyszerre a Preziben. Az órának, tehát egy prezentációnak a mérete pedig nem haladhatja meg a 40 megát. Szerintem ezek a legfontosabb tulajdonságok, amelyeket ismerni kell az ingyenes fiók használatba vételéhez. Azt hittem, kijelentkeztem, elnézést kérek. Tehát itt látjátok fent a három menüpontot a jobb felső sarokban, ahol is fel lehet regisztrálni az oldalra, illetve be lehet jelentkezni. És itt középen is láttok három menüpontot, piros, zöld és kék színű téglalapokban, ahol szintén lehet regisztrálni vagy bejelentkezni. Aztán az adminisztrátoroknak, tehát rendszergazdáknak is lehet itt csatlakozni, de ezt a részét nem ismerem, mert én nem vagyok rendszergazda. Illetve a piros részben lehet a diákoknak csatlakozni a prezentációhoz, mint tanítási órához. Úgy kell elképzelni ezt a csatlakozást, mint a Kahoothoz vagy a Quizizhez való csatlakozást, hogy amikor élőben vetítem le a tesztet, és a gyerekek pedig csatlakoznak valamilyen kód vagy link segítségével, itt is van ezekre lehetőség, de ha kódot adok meg a gyerekeknek a csatlakozáshoz, akkor ide kell beírniuk a kódot. Hogyan lehet felregisztrálni? Egy fél pillanatra megmutatom. Fel lehet regisztrálni Google fiókkal, vagy pedig Microsoft 365-ös fiókkal, illetve látjátok, hogy a regisztrációs lehetőség újra tartalmaz egy olyan lehetőséget, ahol a diákok csatlakozhatnak az órához, vagyis a prezentációhoz. Be fogok jelentkezni. Kár volt visszamennem. Na, én Microsoft 365-ös fiókkal regisztráltam, el is mentettem a jelszót, tehát rögtön beléptem. Ez az indító felülete az alkalmazásnak. Mit is tartalmaz ez az indító felület?
Itt megint van egy csatlakozási lehetősége a gyerekeknek, hogyha esetleg regisztráltak az oldalra, de nem kell hozzá regisztrálniuk. Tehát ahhoz, hogy használják ezeket az órákat, ezeket a prezentációkat, nem kell regisztrálni a gyerekeknek. A My Lessons tartalmazza azokat a prezentációkat, amiket én készítettem el. Lehet mappákba rendezni a kész prezentációkat, hogy ne legyen itt minden ömlesztve a falon számunkra. A reportok tartalmazzák a jelentéseket a különböző órák alapján elkészített jelentéseket. Ugye ezeknek az óráknak nem csak ismeretközlő felülete van, hanem feladatokat is lehet rendelni a különböző tanítási órákhoz, és nyilván azokról jelentés készül, ami tartalmazza, hogy melyik tanuló hány pontot ért el, milyen választ adott, mit rajzolt, és így tovább. A Nearpod Library tartalmazza a rendszernek a saját fájljait, amelyek között találhatunk videókat, látjátok itt videókat, aktivitásokat. Az aktivitások azok a feladatok, amelyek hozzátartoznak a tanórai anyaghoz, illetve itt vannak kész tananyagok is. Ugye itt van ilyen prémium lehetőség, amihez csak akkor lehet hozzáférni, hogyha regisztrálunk, tehát fizetős verziót használunk. Lehet rákeresni, itt nézzétek a valamilyen kulcsszó alapján órákra, videókra és aktivitásokra, tehát feladatokra. Lehet a keresést különböző tantárgyak között folytatni, illetve lehet különböző évfolyamok között, évfolyamhoz tartozó tananyagok között is folytatni a keresést. Valamint még a legalsó menüpont maradt ki, ez a Teacher Resources. Ezek olyan anyagok, illetve ezt külön megnyitottam, na jó, tehát olyan anyagok, amelyeket pedagógusok készítettek, és itt is lehet például felfedező útra indulni az Explore menüponttal, ugye itt is visszajutunk ehhez a mappához, vagy ehhez a nagy szerkezethez, amit az előbb már bemutattam, illetve lehet diákokra is keresni. Én ezt a funkcióját nem használom, csak ezt a kezelőfelületet, aminek a bemutatásával kezdtem az előadást. Vissza is lépegetek, és jó, bezárom, amire nincs szükségem így. Jó, visszamegyek az induló oldalra, tehát innen indultam. Ugye megbeszéltük itt a baloldali részt. Lehet keresgetni a saját óráim között itt középen, a saját elkészített anyagaim között, illetve létre lehet hozni feladatokat itt középen a nagy kék menügomb vagy nyomógomb segítségével, illetve itt fent is van egy ilyen legördülő menüs Create gomb. Ha ránéztek, akkor lehet létrehozni tanórai anyagot, videós anyagot, és Google Diákból prezentációt, de a Google Diás rész is fizetős verzió. Tehát az ingyenes verzióban tanórához tartozó tananyagot, illetve videós feladatot lehet létrehozni. Először a videós feladatot fogom megmutatni, mert ugyanez a videós feladat, ez benne szerepel a leckében is, a tanórához készülő leckében is. Ide jutottam a létrehozáshoz. Először is adok neki egy címet, csak annyival adok neki, hogy rákattintok oda a cím nélküli szövegre, és már is begépelem a diának, vagy a tananyagnak a címét, és itt az Add Slide-al, vagy Add Content and Activity-vel hozzáadok egy diát, egy csempét tulajdonképpen. Lehet másolni is, látjátok, meg itt elérhető a dia törlése is. Hogyha valamit szeretnék megismételni feladatot egy kis módosítással, akkor még egyszer a másolás és beillesztés is itt található. Ha pedig sok diám lesz, sok csempém lesz itt az asztalon, akkor vonszolással a sorrendjük is módosítható.
rákattintottam az Add Content and Activities-re, és azt mondtam, ugye, hogy a videószerkesztést fogjuk megnézni először, mert ezt lehet külön is létrehozni, csak lehet, hogy véletlenül mellé kattintottam, de hogy elérhető a leckén belül is, ugyanaz a kezelő felülete, tehát hogy nagy baj nem történt jelen pillanatban sem. Tehát rákattintok, hogy szeretnék egy videós feladatot létrehozni. Megjelenik ez a felület, ahol is elérhető az a könyvtár, amit itt az előbb mutattam a baloldali oszlopban, ugye, hogy videókat is tartalmaz magának az oldalnak a könyvtára, amikben lehet itt keresgélni, de lehet a YouTube-on is keresgélni, lehet a My Videos mappában is keresgélni, ahhoz azonban fel kell tölteni egy saját videót. Tehát az upload a videóval feltöltök egy videót, vagy a számítógépről, vagy valamelyik felhőtárból, itt látjátok a Google-nak a felhőtárát, a Dropboxot és a Microsoftnak a felhőtárát. Tehát ha itt feltöltöttem, itt látjátok a formátumait, hogy milyen típusú videókat lehet feltölteni, ugye bele is lehet vonszolni egyébként, és ha feltöltöttem itt a videót, akkor ide a videót, akkor átkerül ebbe az én videóim mappába vagy könyvtárba. Én visszatérek a YouTube-ra, mert egy YouTube linket hagytam itt, egy rövid videót. Ugye kimásolom a linkjét a videónak, akár fentről a cím sorból, akár itt a megosztás gombról, teljesen mindegy, és ide be fogom illeszteni a linkjét a videónak. Utána rákattintunk a nagyítóra, hogy keresse meg a YouTube-on ezt a videót. Utána látom, hogy beolvasta, rákattintok úgy a videóra, hogy ilyen kék keretben legyen, vagyis kijelölöm tulajdonképpen a videót, és utána rákattintok a Save gombra. Most elképzeljük, hogy a repülőn ülünk, ugye ott szokták mondani, hogy sit back, relax and enjoy the trip, és már is beolvasta közben a videót. El lehet indítani, ugye megosztottam, az, ha jól emlékszem, a hangját is a videónak. Kicsit leveszem, hogy engem halljatok, de hogy megosztottam a gépemnek a hangját is. Ugye megy a videó, és egyszer csak elérek valahová, ahová szeretnék egy kérdést feltenni a gyerekeknek, akkor erre az Add Activity-re kattintok, és kétféle lehetőségem van. Vagy egy olyan kérdést teszek fel, amire nem adok meg válasz lehetőséget, hanem válaszolni kell a gyerekeknek. Mi a címe a musicalnek? Azt fogom megkérdezni. Nézzetek ide rá, tehát itt van egy nagy szövegdoboz, ahová 976-nál járok, tehát hogy 1000 karakteres szöveget lehet bevinni, és itt a bal alsó sarkában megjelenik a Pi, ez azt jelenti, hogy matekosul is tud egy kicsit, mégpedig ilyen beta verzióban működik az egyenlet szerkesztője, tehát még nincs benne minden funkció, de itt lehet benne lapozgatni, hogy miket lehet csinálni. Látjátok, van alsó index, felső index, gyökjel, vannak műveleti jelek, logaritmus, van koszinusz, szinusz, imádják a gyerekek, ez különböző zárójelek, és különböző egyenlőség, illetve kacsacsőrök, tehát relációs jelek is találhatók benne. Aztán itt vannak különböző karakterek a görög ABC-ből, és visszatértem ide az eredeti kiindulási alsó-felső indexes ablakocskához. Tehát ennyit tud matek nyelven. Biztosan fogják továbbfejleszteni, ha ez egyelőre a beta verziónál tart. Jó, feltettem a kérdést, elmentem a kérdést magamnak. Már is megjelenik itt egy pötty a videónál, hogy itt a gyerekeknek meg fog jelenni egy kérdés, hogyha a videót nézik és ide elérnek. Utána megint elindítom a videót. Lehet egyébként vonszolni is, ezt a gombócot nézzétek meg, nem muszáj végignézni. Tehát lehet vonszolgatni, és megint elérek valahová, mutatja is, hogy hány perc, hány másodpercnél járok, megint felteszek valamilyen feladatot, ami a videóra vonatkozik, mondjuk, hogy hívják a kis oroszlánt. De beírom magyarul, hogy Szimba,
aztán beírom, hogy Mamóka mondjuk. Ugye Szimba a helyes válasz, de ha nem elég nekem a válasz lehetőség, akkor itt van még egy ilyen lehetőség, hogy adjak további lehetőségeket hozzá, tehát add answer-rel tudok még újabb variációkat itt megadni a válaszokhoz, és egyébként itt a sorrendet lehet választani, változtatni. Itt látjátok itt a 6 darab pontocskát, majdnem azt mondtam, hogy 9, 6 darab pontocskát, amivel arrébb lehet vonszolni, tehát lehet a sorrenden változtatni. Ahogy a tesztkészítőknél megszoktuk, ki kell jelölni a helyes választ zölddel, és elmentem. Jó, mit lehet még? Ugyanígy lehet végigmenni a videón, és újabb feladatokat lehet hozzátenni, tehát kétféle típusú feladatot. Egyrészt egy nyitott végű kérdést, amikor a saját választ kell megadni, másrészt egy quiz kérdést, amikor ki kell választani több lehetőség közül a helyes választ. Mit lehet még csinálni ezen a szerkesztő felületen? Lehet itt a stopper órával, látjátok, lehet a lejátszási sebességet változtatni, hát szerintem maradhat normálon, de ha mondjuk kicsiknek valamilyen idegen nyelvű szöveget szeretnénk lejátszani, akkor lehet egy picit lassítani is akár. Aztán, bocsánat, leállítom közben. A beállítási lehetőségeknél itt a fogaskerék ugye mindig azt jelzi, hogy valamit be lehet állítani, itt a minőségét lehet a videónak változtatni. Na de, van még benne egy szuper funkció, ez a trimmelés, mégpedig, hogyha van nekem mondjuk egy 6 perces videóm, és nekem az órán csak 3 percre lenne szükségem, akkor ennek a trim gombnak a segítségével le tudom vágni a videót. Tehát rákattintottam a trimre, és lehet változtatni a videónak, nézzétek a hátulját, meg lehet változtatni az elejét is. Jó, tehát a két kis csúszka közé eső rész fog megmaradni. És amikor kiválasztottam, hogy mekkora videóra van szükségem, akkor megint rányomok a trim gombra, és már is fél pillanat alatt elmenti nekem a vágott videót. Le is játszhatnám, de egyébként lehet látni, hogy itt 1 óra 17 percre vágta le az egész videót. Most megvárom nektek itt, hogy eljusson az első feladathoz. Ugye nézik a gyerekek közben az eszközükön, úgy képzeljétek el, de ki fogjuk próbálni egyébként. Eljutottak ide, és itt megjelenik az első feladat számukra. Ugye mivel én szerkeztem, ezért nekem itt rá egy picit másképp jelenik meg, de meg lehet nézni majd a gyerekek nézetéből is, tehát van olyan előnézett lehetőség is, látjátok, itt a másik feladat. Elmentem a videót. És már készen is vagyok. Hol lehet ellenőrizni azt, hogy a gyerekek mit látnak? Itt a Save and Exit gomb mellett van ez a preview, ez az előnézet. Ezzel meg tudom nézni, hogy mit fognak látni a gyerekek óra közben. Tehát náluk is megjelenik ez a lejátszó felület, elindítják a videót, vagy úgy állítom be, hogy én irányítom, hogy nézik a videót, és amikor eljutnak az első feladathoz, az én képernyőmről nézik a videót, és amikor eljutnak az első feladathoz, akkor az ő eszközükön, ami ugye vagy egy mobiltelefon, vagy egy tablet, vagy hogyha számítógépen, laptopon vannak, akkor esetleg egy másik fülecske, akkor, mármint a böngészőnek egy másik fülecskéje, akkor megjelenik az eszközükön így a kérdés. De a videó nem. Vagy pedig kiválaszthatom azt a lehetőséget is majd, hogy a gyerekek saját maguk tudják lejátszani a videót, és ők indítgatják el, eljutnak az első feladathoz, válaszolnak, utána megint tovább játsszák, tovább indítják a videót. Tehát ezt a videós feladatot el lehet külön is készíteni, konkrétan ilyen nagy prezentáció nélkül, hanem csak külön egy videós feladatot. Jó, menjünk tovább, hogy mi történik, még mit lehet hozzáilleszteni. Látjátok, ahogy mondtam is az elején, hogy van ismeretközlő része az interaktív prezentációnak, és van aktivitás része.
És ez sem teljesen így van, hogy csak ismeretet közlök itt a kontentes résszel, mert látjátok, hogy a videóhoz már is csatlakozott feladat, de például a FET animációhoz is csatlakoznak, vagy kapcsolódnak feladatok, tehát ez sem lehet leszűkíteni, hogy csak ismeretet közlök ezzel a résszel. Nézzük a következő lehetőséget, a slide azt jelenti, hogy dia, tehát hozzáillesztek, beleteszek egy diát. Itt lehet kicsikét módosítani a sablonján, mondjuk, hogy legyen ilyen szép zöld, és lehet neki címet adni, lehet ide képet tenni, vagy valamilyen fájlt feltölteni. Azért fogok ide az Upload Files-ra kattintani, ja, nem így gondoltam. Így, tehát, hogy nem csak képet lehet, tehát az Upload Files-al, bocsánat, azt láttátok, hogy a saját gépemről lehet feltölteni valamilyen fájlt. Ha ide az Add-re kattintok, akkor lehet beleírni, lehet hozzá videót tenni, képet, illetve valamilyen GIF fájlt, GIF anyagot. Tehát ez a plusz jel, ez az Add. Lehet a hátterét változtatni ennek a diának, és ezt szerettem volna az előbb elérni. Tehát lehet háttérként hozzáadni JPG vagy PNG fájlt. Látjátok, hogy a felhőtárból megint itt van az az opció, hogy a saját gépről töltöm fel, illetve hozzá van rendelve a Google kereső, tehát ide beírhatok bármilyen kulcsszót, és azt szeretném megmutatni, hogy magyarul is ért, tehát hogy azért, mert angol a nyelve az alkalmazásnak, attól még ért a kereső ugye magyarul, tehát ki tudok választani keresés után egy fájlt, ami megfelel a keresési feltételeknek. Lehet az elrendezését változtatni ennek a diának, lehet úgy, hogy egyetlen egy elem van benne, egy doboz, vagy ez, amit most láttok, az ugye egy címsor és egy valamilyen tartalommal rendelkező felület. Van két oszlopban lévő, tehát kettő tartalom plusz egy címsor, és van olyan, hogy négy valamilyen tartalom. Lehet beletenni hangfájlt is, illetve a preview-val meg lehet nézni, hogy néz neki. Azt szoktam javasolni, hogy az óra kezdetéhez tegyünk bele egy ilyen diát a legelső elemhez. Igen, megváltoztattam a témáját, ugye innen először kiválasztottam a zöldet, és utána megválasztottam egy hátteret, azért feleselt vissza. Tehát azt szoktam javasolni, hogy ez legyen az első diája, tehát az első csempéje ennek a prezentációnak egy darab ilyen dia, amire ráírjuk mondjuk az óra címét. Mert ellenkező esetben, hogyha nem teszek ide ilyen címdiát, ugye olyan felület nincsen egyébként rajta, hogy ide valamit beírok, hogy a gyerekek tudják, hogy hol vannak milyen című órán, de a dián belül láttátok, hogy lehet szöveget, meg képet, meg ilyesmit hozzáadni. És ha nem ilyet rakok be első diának, akkor amikor a gyerekek csatlakoznak a prezentációhoz, akkor rögtön az első feladathoz jutnak. Tehát rögtön például ezt a videós feladatot látnák, és nem az óra címét. Nézzük a további lehetőségeket. A web content azt jelenti, hogy valamilyen weboldalnak a linkjét osztom meg, és azt is tettem ide, nyitottam meg egy ilyen mesterséges intelligencia kihívást. Beillesztem a linket, és elmentem. Nem vártam meg a tesztelős felületet, úgyhogy mindjárt megmutatom, hogy néz ki a gyerekeknek az eszközén. Jó, itt van a preview. Ugye meg tudom nézni, hogy látják a gyerekek a magát a prezentációt. Így látják a weboldalt. Tehát megjelenik náluk így háttérként valami. Hát most szerintem meg fog jelenni ez a háttér, mert amikor eTwinning-el teszteljük, akkor is az eTwinning-es weboldal megjelenik. És megjelenik egy ilyen kis két nyomógomb, amire ha rákattintanak az eszközükön, akkor megnyílik az a weboldal. Tehát így lehet weboldalt megosztani. Nézzük tovább, mi van még. Mealpod 3D,
ez ilyen 3D-s animációkat lehet betenni a prezentációba. Nincsen nagyon-nagyon sok, de azért egészen jól használható dolgok is szerepelnek a mappában. Mondjuk Föld, mondjuk a Földet beteszem, nézzétek meg. Már is itt a preview-val megnézzük. Picit időigényes, amíg itt generálja. Lehet az egérrel, vagy az ujjukkal a gyerekeknek mozgatni az animációt, illetve rá is lehet, pont ellenkezőleg mondtam, rá is lehet közelíteni, illetve kicsinyíteni is lehet ezeket az elemeket. Jó, látjátok, hogy már 4 csempe, tehát 4 eleme van a prezentációnak. Jön a FET animáció, ezek ilyen természettudománnyal, matematikával kapcsolatos animációk, feladatok tulajdonképpen. Egy picit el lehet képzelni úgy, mint egy tankockát, tehát, hogy olyan interaktív feladatok vannak ezekben az animációkban, ahol a gyerekeknek valamilyen feladatot kell megoldani, vagy meg kell figyelniük valamit. Hát itt látjátok, hogy főleg matekosok és kémia és fizika tantárgyat tanító kollégák előnyben. Erre most nem kattintok rá, de annyi csak, hogy bekattintok, és megnézhettem a preview-val, és a Dan-nal, ha rákattintok a Dan-ra, akkor már el is mentette. A VR Field Trip az ilyen VR szemüveges képet lehet megnézni. Mégpedig úgy, hogy kiválasztok valamilyen panorámaképet, ami tartalmaz itt a mappája az oldalnak. Mondjuk kiválasztom, mit választok ki, mondjuk itt ezt a mexikói piramist. De egyébként nézzétek, csak van neki kereső sora, tehát be lehet írni olyan nevezetességeket, városokat, hegyeket, tengereket, amire rá szeretnétek keresni. Marsot is látjátok, Marsnak a felületére is rá lehet keresni. Beszúrom ide, nem néztem meg megint a preview-t. Visszajövök ide egy fél pillanatra, tehát mit látnak a gyerekek? Azt látják, hogy itt van egy panorámakép, így körbe tudom forgatni, és ha az Enter VR-ra kattintok, akkor most így ez a preview-s dolog nem annyira jól látható, tehát hogy egy fél pillanatra talán felvillan, hogy szétszedi két különálló képre, hogy lehessen látni VR-os szemüveggel, de amikor futtatom a prezentációt, akkor teljesen tökéletesen működik. Tehát, hogy szemüveges verzióra is fel lehet osztani a képet. A BBC videó az értelemszerűen BBC videót lehet beszúrni. Itt sincsen túl sok, de vannak benne érdekesek, amikkel lehet dolgozni. Itt látjátok összesítve, meg különböző szempontok szerint csoportosítva. Sway prezentációt lehet beszúrni. Ugye a Sway az a Microsoftnak a online prezentációs szoftvere, ami böngészőben működik. Itt nézzétek, van nagyon sok kész Sway, amit fel lehet használni a tanúra készítéséhez, de lehet saját Sway-t is használni. Akkor, mivel Microsoftos fiókkal jelentkeztem be erre a Nearpod oldalra, ezért a Microsoftos fióknál található prezentációim közül itt megjelenik néhány, mondjuk itt ezt a Léva isat kiválasztom, van preview, most nem felejtek el rá kattintani, nézzük, hogy látják a gyerekek, hát úgy, mintha elindítanék egy Sway prezentációt. És utána rákattintok az Sway-re, egyébként ez egy digitális témahéthez készült prezentáció volt, mégpedig a második digitális témahéthez, amikor szabadulószobát készítettünk a gyerekekkel. Slideshow, ugye az van benne, hogy hát ez egy prezentáció valószínűleg, ez egy olyan prezentáció, amelyeket elkészítettek például képekből, tehát az is lehet, hogy képeket töltök fel, és lesz belőle egy prezi, de itt látjátok ezeken a kis memóriakártyaszerű valamiken, lehet látni, hogy miket
tölthetek fel ide, tehát PNG, vagyis képeket is lehet, prezentációkat is, Microsoft PowerPoint szoftverrel készült prezentációkat, illetve PDF-fájlokat is lehet feltölteni. Most nem fogok feltölteni, hogy haladjunk. Az audio-val ugye hangfájt lehet feltölteni, itt van a három kiterjesztése, tehát a három típusa a hangnak, egyszerűen lehet a saját oldalról, itt rá tudok egy fél pillanat, itt keresgettem itt hangfájlokat, például itt fel lehet ide ezt a harangzúgást felteszem. Nem fogom feltenni, mert úgy látom, hogy nagyon lassan tölt, ebből kilépek, bocsánat. De hogy így működik, nagyon egyszerű az egésznek a logikája, szinte minden funkció ugyanazon logika alapján működik, tehát hogy nem kellő gyakorlás után, vagy néhány prezentáció elkészítése után annak sem lesz problémája, aki nem beszél jól angolul. A PDF viewer pedig PDF olvasó, tehát hogy PDF dokumentumot is fel lehet tölteni, és akkor azt is tudja megjeleníteni. Hát ez a content rész, és jöjjön az activities rész. Jó, ezt a time to climb-ot fogom utoljára hagyni, mert az a kedvencem. Open-ended question. Hát ezzel megismerkedtünk a videónál. Hogy is nézett ki ez az open-ended question? Fel kellett tenni egy kérdést, és a gyerekeknek kell válaszolni. Mi a különbség az itteni nyitott végű kérdés és a videónál előforduló nyitott végű kérdés között? Az ugyanúgy 1000 karakter áll rendelkezésre egyébként, de az a különbség, hogy nézzétek, ennyi formázási művelet áll rendelkezésre az 1000 karakter megformázásához, illetve lehet időzítőt hozzáadni itt a jobb felső sarokban, tehát beállíthatom azt, hogy a gyerekeknek mondjuk a kérdés megválaszolására 45 másodpercük legyen. Valamint még tudok ide valami kis képet is beszúrni, tehát hogy a kép a kérdéshez megjelenjen valami jópofa kép, azt is itt el tudom érni, itt az Add Image, Audio or Other Media. Látjátok, hogy nem csak képet lehet feltenni, hanem például hangfájlt, videót, PDF-et, vagy pedig én beolvashatom, feldiktálhatom az alkalmazásnak a hangfájlt, hogyha azt szeretném. És a gyerekek is tudnak válaszolni hangfájllal, hogyha ezt engedélyezem itt ezt a csúszkát. Jól van, hát jó, akkor cancelozom, bocsi. Azt mondja, hogy adjak. Jó helyre kattintottam, remélem. Ja, csak ketyeg. Jó. Adjak hozzá tartalmat. Jó, activity-nél tartunk, meg volt a nyitott végű kérdés. Matching pairs, ez ilyen párosítós feladat. Például lehet párosítani angol órára magyar szó és angol szó és kép, nem tudom, ország és főváros, és így tovább biztos millió ötletetek van, instrukciókat le lehet írni, itt nézzétek, lehet a könyvtárából az oldalnak választani is, itt is lehet hozzáadni időzítőt a jobb felső sarokba, és úgy adok hozzá párokat, hogy az add pair-re rákattintok, és vagy begépelem, hogy a szót, és illesztek hozzá képet, így, tehát van is már egy párom, és adok hozzá még egy párt, mondjuk Budapest, és legyen Hungary. De látjátok, hogy ott itt is megjelenik a bal alsó sarokban a pi, tehát ez is tud egy kicsit matekul, tehát akár tudok matek karaktereket is, szimbólumokat is írni itt a párokba. Legalább kettő párt kell beolvasni egy feladathoz, legalább kettőt, és akkor tudom elmenteni. Tehát így néz ki a párom, a preview-ban így látják a gyerekek, ugye össze kell kötni a párokat. Ezt már el tudom menteni, mert kettőt beolvastam. Jó, nézzük a következőt. Jön a quiz. A quiz teljesen ugyanúgy néz ki, hasonlóan a nyitott végű kérdéshez, mint a videónál található quiz.
ugye annyi módosítással, mint amely a nyitott végű kérdéseknél volt található, hát a szöveget lehet formázni, lehet időzítőt hozzáadni, illetve lehet képet, a hangfájlt, vagy más médiafájlt, vagy fájlt feltölteni ide a kérdéshez, begépelem a kérdést, és adok hozzá válasz lehetőségeket, nem felejtem el kizöldíteni a helyes választ. Visszajövök. Flipgrid, azt gondolom, hogy egy külön webináriumot is megérne a Flipgridnek a használata. Ha esetleg nem ismeritek, akkor ez egy olyan alkalmazás, aminek a segítségével a gyerekeket videós feladatkészítésre kérjük fel. Például én a szünet után az angolos csoportomnak adtam ilyen feladatot, hogy beszéljenek a tavaszi szünetükről angolul másfél percen keresztül, és azt a Flipgridben kértem a feladatok beadását, adtam hozzá szempontokat, hogy miről beszélhetnek, de saját fejecskéjük után is mehettek, tehát erre való a Flipgrid, és itt hozzá tudom adni, ha rákattintok magát a feladatot, tehát a témát és a kapcsolódási linket is be kell illeszteni, és ezzel már bele is illesztettem a Flipgrid-es feladatot magába ebbe a Nearpod-os interaktív prezentációba. A Draw It egy olyan feladat, amivel arra kérem a gyerekeket, hogy rajzoljanak. Itt is van néhány feladat, egyébként ezek közül is válogathatok, de ide beírom a feladatot, hogy mit kell csinálni, adhatok hozzá valami kis képecskét, beállíthatom az időzítőt, és hátteret is állíthatok be, és a gyerekek az instrukcióknak megfelelően rajzolnak, írnak, képet illesztenek be válaszként ide ebbe a feladatba. Én gyakran használtam most az utóbbi időben úgy, hogy ez volt az első dia a címdia után, és azt kértem, hogy rajzolják le, hogy milyen kedvük van egy smiley segítségével. De a húsvétos angol órára azt kértem, hogy rajzoljanak hímes tojást. Tehát, hogy valamit rajzoljanak. A collaborate board az a posztítás fal, ahová fel lehet tenni, tudjátok, a Padlethez hasonlóan különböző kis írományokat, lehet változtatni a hátterét, ez nagyon jó pofa ez a táblácskás, be lehet írni ide a témát, lehet leírni, vagy hozzátenni a feladat leírását 300 karakterben, lehet hozzáadni valamilyen kis képet, és el lehet menteni. Következő, a poll az ugye az is ilyen kvízszerű feladatkészítő. Itt is ugyanúgy működik, látjátok, hogy be kell írni a szöveget és a válasz lehetőségeket. Tulajdonképpen véleményt kérünk, tehát ugye milyen közvéleménykutatás a exit poll például, tehát hogy nem tesztkérdést teszek fel, bár hasonlít a tesztkérdésre, de hogy tulajdonképpen visszacsatolást kérek, mindenféle piros pont, fekete pont, meg semmiféle használata nélkül, vagy ilyesmi használata nélkül. A fill in the blanks, ez az üres szöveg kitöltése, ez is nagyon izgalmas és nagyon egyszerű ilyen feladatot elkészíteni. Ide tettem fel egy szöveget, már is megmutatom, kimásolom, a holddal kapcsolatban kerestem egy érdekességet, bele lehet illeszteni ide, vagy pedig be kell gépelni. 1000 karakter lehet összesen a szövegem, ugye itt lehet módosítani a betűtípust, és amikor beillesztettem, vagy begépeltem a szöveget, akkor rákattintok a továbbra, és utána az a feladatom, hogy rákattintsak azokra a szavakra, amelyek helyett ilyen kis üres
rublikákat szeretnék, mondjuk kozmikus, 406, látjátok, nem tudom, 3476, 50, földbelseje, Appeninek, és így tovább. Tehát, hogy csak rákattintok így arra a szóra, vagy számra, vagy bármire, és majd meglátjátok már is, hogy a gyerekeknél hogy jelenik meg. Már mutatom is az előnézetét. Lyukas szöveg. Megfogja és bevonszolja, mondjuk az újhold az egyszerű, az újholdtól újholdig, tehát bevonszolja a megfelelő helyre így. És amikor készen van, akkor rákattint arra, hogy Dan. De nekem visszaüzent, hogy a 9-ből egyet válaszoltam meg jól. Jó, nézzük, milyen lehetőségünk van még az aktivitásoknál. Memória teszt, hát ez a klasszikus memória játék. Párokat kell ide betenni, és memóriát lehet vele játszani. Lehet változtatni, látjátok a pároknak a számát, egészen 12 párig. Lehet betenni szöveget, vagy képet ide pároknak, és a gyerekeknek ezt kell lejátszani. És akkor nézzük a Time to Climb-ot. Így semmi különlegesség nincsen benne, hogyha ide rákattintok. Annyi, hogy most összeállítok nem egy darab quiz kérdésből álló feladatot, úgy, mint az előbb ugye ott volt, hogy egy darab kérdést tettem fel a quiznél, hanem egy feladat sort állítok össze quiz kérdésekből. Hát beírom a kérdést, bezárom itt, bocsánat, a mappát, beírom a kérdést, és megadom a válasz lehetőségeket, amelyek lehetnek szövegesek, vagy lehetnek képek a válasz lehetőségek. Ha nem elég a válasz lehetőség, akkor adok hozzá újabbat, látjátok, tud matekul, ugye, ahova kattintok, ott alatta megjelenik a pi, és ha készen vagyok egyel, bocsánat, ide még tehetek hozzá képet is a kérdéshez, és egyenként a kérdéseknél beállíthatom, hogy hány másodperc áll rendelkezésre, hogy megválaszoljuk azt a kérdést. Jöhet a következő kérdés, ugye kettőből kettő, jöhet a harmadik, és így tovább, tehát akár 10 kérdést is betehetek ide a Time to Climb-osba. Na most miért Time to Climb? Azért, mert a gyerekek versenyeznek a kérdések megválaszolása közben, mégpedig valamilyen kis virtuális helyszínen, ami lehet az űr, lehet a tenger alatt, vagy óceánnak a mélyén, és lehet a Himalája lábánál, másszák, vagy ott kezdik az utat, hogy megmásszák a Himaláját, valamilyen kis avatárt választanak ki maguknak, és ez a kis avatár olyan gyorsan és olyan messzire halad előre a hegycsúcs felé, amilyen gyorsan és helyesen válaszolják meg a kérdést. Tehát az, hogy hány pontot kapnak, és mennyire előre haladnak a hegymászásban, az attól függ, hogy helyes választottak-e, és milyen gyorsan adták a helyes választ. Jó, készen vagyok a prezentációmmal egyébként, ellenőrizhetem, hogy 3,5 mega, tehát bőségesen beleférek a maximális méretbe, elmentem és kilépek. Hogy néz ki a prezentációm? Így látjátok, van rajta borítókép, a borítókép az az első csempe, az első dia. Hogyan játszhatom le? Játszhatom úgy, hogy Zoom-ba vetítem, ezt nem ismerem, mert mi Microsoft Teams-t használunk, tehát, hogy nem is próbáltam ki ezért, de hajrá, bátran, aki Zoom-ot használ. A live participation az olyan, mint amikor a Kahoot-tesztet vagy a Quizizz-tesztet elindítom, már meg is mutatom, tehát rákattintottam a live participation-re, és már is megjelenik a kezdő kód, a kezdő képernyő, milyen lehetőségeim vannak. Itt van a tesztnek a kódja, és biztos emlékeztek rá, hogy hányféle részén a felületnek lehet beírni a kódot. Jobb fent, ide kattintok, már ott van a jobb oldali oszlopban, vagy bal oldalon fent, és így tovább. De itt van a linkje, vagy itt van a címe a weboldalnak, ez a join.nearpod.com, ahová, amit be lehet gépelni, és ezzel a kóddal lehet csatlakozni a prezentációhoz, de itt van, hogy
ki lehet másolni a linket, csak rá kell kattintani, hogy copy link, és már is vágólapon van a link. El lehet küldeni e-mailben, ki lehet osztani Google Classroom-ban, vagy Remind-ban, vagy a Microsoft Teams-ben is ki lehet osztani, arra esetleg rákattintok, nézzétek meg, mert mi azt használjuk. Tehát így jön be, rákattintottam, és ki lehet választani, hogy feladatot hozok létre benne, vagy csatornában fogom megosztani, és ki kell választani, hogy melyik csapatban, itt látjátok, jönnek befelé a csoportjaim, vagy melyik csapatnak fogom az általános csatornájában kiadni ezt a feladatot. Hát a copy link az a legegyszerűbb, tehát rákattintok, és megosztom a chat falon mondjuk a gyerekekkel. Itt fent is lehet látni egyébként a kódját a prezentációnak. Hogy zárom le a prezentációt? Itt középen van ez a Nearpod felirat, és van mellette egy legördülő kis háromszög. Ha ide rákattintok, akkor ott van, hogy End Session, ezzel le lehet zárni a prezentációt, és a riportokat is, vagy a riportot is el lehet itt érni, de emlékeztek biztosan rá itt a webinek az elejéről, hogy itt a bal oldalon volt egy olyan menüpont, hogy Reports, és onnan is elérhetem magát a prezentációról készített eredmény listát. Amit jó, érdemes még tudni, hogy itt van hozzá fehér tábla, látjátok? Tehát Open Whiteboard itt volt jobb fent, és hogyha valamit szeretnék írni, akkor itt ezt a fehér táblát használhatom, és egyszerűen rákattintok a Close Whiteboardra, és már be is zártam, illetve itt lehet különböző aktivitásokat is hozzáadni még. Tehát úgy csak így hirtelen elgondolásból magához a prezentációhoz le fogom zárni. És már is visszatérek ide a kezdőlapra. Jó, ketten már csatlakoztak, azt látom. Itt a bal alsó sarokban itt vannak a kis társasjátékbábuk, és ott van mellettük a kettes szám. Látjátok, hogy körülbelül ennyi idő telik el, amíg frissíti magát a prezentáció. Így látjátok az ütemét, hogy hogy jelennek meg a kis képernyők itt az én nagy képernyőmön. Tehát eddig 25-en csatlakoztak. Ha eléri a 40-et egyébként, akkor üzenni fog, hogy megvan a 40 ember. Akinek nem sikerült csatlakozni, vagy nem sikerült csatlakozni, az pedig láthatja a tanárnak a képernyőjét, hogy mit lát, miközben futtatja az órát. Jó? Meg is jelent az, hogy ha 40-nél többet szeretnék, akkor valamilyen prémium fiókra fizessek elő, és ugye még nem tudtok semmit csinálni rajta, nekem kell elindítani a prezentációt, és az az első feladat, hogy le kell rajzolni azt, hogy hogy érzitek magatokat. És a számlálót, ha megnézitek itt a jobb felső sarokban, akkor egy percre állítottam be, tehát tudtok rajzolni, írni, képet megosztani. Ott látjátok ott a képernyőnek a közepén a lehetőségeiteket, de hogy egy perc áll rendelkezésetekre, hogy elvégezzétek a feladatot. Jó, van akinek már, akinek kizöldült, itt a neve, az azt jelenti, hogy már be is küldte a feladatot ide. Akinek még sárga, ő még dolgozik, vagy csak ennyi kell hozzá, hogy eltelik néhány másodperc, amíg frissíti a felület önmagát. Hát Tündi, remélem, hogy jól vagy azért. Muszáj volt mondanom, bocsánat. Jó, lejárt az egy perc, remekül, oké, itt van kép is, látjátok. Én látom mindenkinek a rajzát, hogy mit rajzolni. Jó, már a hegymászós feladat következik, figyeljetek. Tehát így jelenik meg a hegymászós feladat, de ti is látjátok már szerintem. Lehet kiválasztani, hogy melyik három helyszín közül három helyszínen, tehát a három közül, melyiken a három helyszín közül versenyezzenek a gyerekek, és mesélte egy kedves barátnőm és kolléganőm ma reggel,
hogy a gyerekek már előre elküldték neki a szavazásukat, hogy melyik legyen a következő helyszín, amikor órán ilyet fognak játszani, idézőjelben. Köszi. Mondjuk a Himaláját fogom kiválasztani. Most meglátjátok a kis avatárokat, figyeljetek, mert nagyon sok avatár van, nem kell rögtön a kezdőképernyőről választani, tudtok közöttük lapozni is, és nagyon kis cuki figurákat találhattok. Látjátok, ahogy bejelentkeznek a diákok, vagy résztvevők, bocsánat, ide sorba itt ugribugriznak a kis állatkák, ők fognak versenyezni a hegymászásban, ugye rajta van egyébként, megjelenik a nevük is. Látom, hogy 26-an, 27-en csatlakoztatok már. Még várok egy picurkát. Hát, ha jöttök még, 29, 30. 5-ig számolok és elindítom a játékot, jó? Hát 1, 2, 3, 4 és 5. Na és nézzétek, hogy a gyerekek mit látnak. Nem tudom, hogy halljátok-e, mert az elején kell kikapcsolni egyébként a hangszórót, hogy ne legyen ez az idegesítő zene, de hogy el lehet rejteni a gyerekeknek a nevét, itt a jobb alsó sarokban lévő kis lehetőségre kattintással. Az étvidék programról azért elmondom, hogy ez egy olyan része az étvidéknek, amelyben nem csak EU-s országok vehetnek részt, hanem az EU-val határos országok is bekapcsolódhatnak ebbe a programba. Annak a neve az étvidék. Van a pontlista,
meg lehetne nézni, hogy ki áll az első helyen, második helyen és így tovább. Gratulálunk Csukának, Monikának és Zöldjének az első három dobogós helyért. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt az nyitó képernyőn, ide rájövök, ide mondjuk. Itt, ha szeretném újból szerkeszteni, valamit módosítani, akkor itt van a bal alsó sarkában az edit gomb, de itt a három kis pontocska, ugye biztos a Microsoftból már ti is megszoktátok, hogy ott mindig valami helyi menü rejtőzik, amikor ilyen kis pontocskák vannak. Meg lehet osztani más kollégával, nézzétek csak kétféleképpen, meg lehet osztani úgy, hogy csak nézi, és meg lehet szerkesztési linkkel is osztani. Tehát a kollégák, vagy pedagógusok, vagy gyerekek, hogyha ilyen feladatot adtok, nem tudom, akkor tudják közösen is szerkeszteni. És el lehet küldeni ezt a linket, ugye csak így kimásolva vágólapra beillesztve, vagy pedig ennyi lehetőségként e-mailben, a közösségi médiában, azt hiszem a Twitter és a Facebook van benne, beágyazva, illetve a Remind alkalmazásban, Twitter, Facebook és Pinterest, bocsánat. Jó, még ez három pontra visszatérve, itt lehet hozzáadni mappához a magát a prezentációt, ki lehet exportálni PDF-ben, de a PDF nem jeleníti meg úgy a prezentációt, ahogy készítettük, egy fél pillanatra megcsinálom, úgy sem tart olyan sokáig. Még ide visszatérek egy picit. Itt vannak a jelentések, közben meg is nyitotta. Jó, itt van ugye, hogy 10 feladat volt, nézzétek, így néz ki a PDF-ben kiexportált prezentáció. Tehát, hogy nem látszódik minden elem benne, csak az, hogy milyen típusú feladatok voltak. Hát, hogy ennyit az exportról. És még itt van, tehát a riportot is el lehet innen érni, és itt lehet kitörölni is a felesleges prezentációkat ezen a három pontocskán. És köszönöm szépen a figyelmet!